A mesék és a történetmesélés hagyományai hosszú időkre nyúlnak vissza, és mindig is fontos szerepet töltöttek be az emberek életében. A történetek által megosztott élmények és tudás generációkon át szálltak, miközben az emberiség képessége a világ megértésére és alakítására fejlődött. Többek között ennek a jegyében, és persze az olvasás népszerűsítésére szervezik meg világszerte a Gyerekkönyvek világnapját 1967 óta április másodikán. A gyermekirodalmat, a könyveket és az olvasást Nyíri Péter, a Petőfi Irodalmi Múzeum a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója különösen is fontosnak tartja. Andersen születésnapja van ezen a napon, és egyébként Csukás István születésnapja is, és ha már néhány méterre tőlünk van egy Petőfi kiállítás, akkor mondjuk el, hogy Andersen meséjét bizony Szentrei Júlia is fordította a gyermekkönyvek nemzetközi napja, hát ez voltak éppen azt jelenti, hogy ünnepeljük a hordozót, de hát a tartalmat ünnepeljük, ez a gyermekirodalom napja is egyben. Fontosak az emléknapok nagyon. Arra azért vigyázni kell, hogy ma már mindennek van, van emléknapja. Szerintem a cukornak is, és a bcc csészének, bocsánat, nagyon sok mindennek. Ez egy idő után már parodisztikussá válik, de az a törekvés jó, hogy azoknak a jelenségeknek, fogalmaknak, tárgyaknak, vagy szellemi élményeknek, amelyek azért meghatározzák az életünket, legyen ünnepnapja. A magyar nyelv napja november 13-a, van a magyar szép prózának napja, most már február 18 a van a magyar drámának, a magyar költészetnek napja, és a gyermekirodalomnak is, vagy a gyermekkönyveknek. Az olvasás megszeretetését már kisgyermekkorban el kell kezdeni, hiszen annak hatásait számtalan tanulmány is bizonyítja, tette hozzá a múzeumigazgató. Az olvasásnak a hatásáról nagyon sokat lehetne mondani és beszélni. Nyilván a, a lényeg, hogy legyen az életünknek, ezt már mondtam többször, de nem lehet elégszer hangsúlyozni a szerves része. Tehát az embernek a a fizikai jóléte mellett fontos a szellemi vagy a mentális jóléte. Erről a korunkban nagyon sokat beszélnek. Lehet, hogy még túl sokat is, ugye a lelki fejlődésről, ma már vannak coaching tevékenységek, és így tovább. Miközben itt valóban ilyen lelki-szellemi jólétről vagy egészségről beszélhetünk, és én nem mondhatok más, vagy a nyelv múzeumában, és kultúrával, irodalommal foglalkozóként, mint hogy ennek egyik nagyon jó útja éppen az olvasás, az irodalom, amely táplálja a lelket, szellemet, nyelvi igényességre tanít nyelvi mintát mutat. A legtöbb település könyvtárában külön gyermekeknek szóló részlegek segítik azt, hogy a kicsik hozzájuthassanak az alapvető történetekhez, például a magyar népmesékhez. Sátorai új helyen, a Városi Könyvtárban jelenleg 2400-an élnek a könyvkölcsönzés lehetőségével közülük a 14 év alatti korosztályba több mint 600 fiatal olvasó tartozik.